17. alkalommal rendezték meg az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan idén is jelen volt a Magyar Honvédség. A kiállítást dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd vezérkar főnök helyettese is megtekintette. A továbbtanulási lehetőségek iránt érdeklődő fiatalok közelebbről is szemügyre vehették az első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred különleges felszereléseit, és megismerkedhettek az Altiszti Akadémia oktatási rendszerével. Nagyon-nagyon fontos nekünk a jövendő nemzedéknek a megteremtése, és ebben a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiának kulcs szerepe van, a haza védelme. Ez az első, hiszen ez mindenkinek kötelessége, aki a hazáját szereti. Szintén a katonai pályafutás iránt érdeklődők számára nyújtott választási lehetőséget a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is, amelynek valamennyi kara képviseltette magát a kiállításon. Érdeklődök itt a honvédség iránt, igazából egész életemben érdeklődtem, és úgy gondolom, hogy ha én valahol el fogok helyezkedni, akkor inkább itt tudnám elképzelni a hátralévő jövőmet. Engem azért érdekel, mert igazából itt lehet a közigazgatást a legjobban megtanulni, ugye az iskolának az előzményeiből is tapasztalva, nekem édesanyám is ide járt, csak még akkor ugye államigazgatási főiskola néven futott, és nagyon tetszik maga a képzés is. Engem a katonaság az érdekelne, mert szerintem érdekes, de nagyon veszélyes, úgyhogy még nem tudom, hogy hova fogok menni.